Egészségetekre, én ma már nem megyek sehova. Telefonom még nincs kikapcsolva, remélem, hogy most éppen nem fog megcsőrni, de egy hívást várok csak. De finom fröccsöcske. Azt mondja, hogy akác teát fogunk készíteni, még nem is akárhogy. Előzetes, hogy az egész ez hogy indult, mert hogy találtam ki. Én mindig kitalálok valami ilyen ökörséget. Azt mondja, hogy tudod mit, kezdjük az elején, de nagyon az elején, odaadom neked ezt így, meg sem mutatva, vedd a kezedbe és hát szabad meg, hogy milyen az illata. Hát, mint mikor az erdőn fát termelünk. Jó, de még mi jut eszedbe róla? Visszadobhatod utána nyugodtan. Nem tudom, hogy minek kéne eszembe jutnia. Minden. Na, beszélj róla. Szerinted milyen az illata? Tehát, jó, rendben, persze, azért... Láncfűrész, fakitermelés, rossz. Akkor láncfűrészes tea következik. Biztos fukszék, ebből csinálják az energiaitalt. Nem rossz ötlet. Lehet, hogy fölvetem neki. Akác teát fogunk készíteni, akkor most én elmondom az én verziómat. Tehát az akácfa, amikor anyák napja környékén virágzik, hát átható az illata, az egész környéket bejárja, egyszerűen megtelik vele a környék olyan szintet, így rátelepszik a környékre az akácfa virágának az illat, és az akácfának a virágát nyersen meg szokta menni. Leszakítom a virágot, és egyszerűen habzsolom, ahogy a méhek. Tehát ha méheknek nincs bajuk tőle, akkor nekem mi bajom lehetne tőle? Egyébként meg egészséges, gyomorra halt, lúgosít, mit tudom, én nem akarok ebbe a részébe belemenni, mert bárki utána olvashat, hogy az akácfa virág mire jó, szárítják, teát főznek belőle. Továbbá azt mondja, hogy az akácfának van még több felhasználási módja, akác méz. Tehát az egy magyar kuriózum is egyben, hát nem is innen származik a fa, át lett telepítve, illetve most készül az Unió kiírtani ilyen kamu hírek szerint, ezeknek nem kell belőlni. Mindig vannak ilyen kamu hírek, amik felreppennek, például, hogy most mindenkinek újra jogsit kell tenni. Az EU-s követelmények megfelelően, és nem is gondol bele, basszus, hogy akkor a másik országban miért nem? Az egész EU-ba kéne ezt elrendelni. Tehát amikor felröppennek ilyen hírek, hogy ezt nézd meg, vagy akármi, és rá kell kattintani, és akkor na, lájkold az oldalt, ha szeretnéd látni, a anyád lájkolja, jó? Bocs, egy pillanat közben mondjad, semmi, csak egy poharat. Addig mondom. Na, nem is ez volt a téma. Lényeg az, hogy ilyen kamu híreknek nem kell soha bedőlni. Akác tea, de nem is akármilyen akác tea. Te mit csinálsz? Semmit. Iszol? Igen, vizet iszok. Vizet. Tudom, hogy óriási nagy botrány, de vizet iszok. Vizet vagy vezet. Na, lényeg az, hogy akác teát fogok készíteni házilag. Az a baj, hogy most ki van vonva a telefonok forgalomból, a tyúkok, meg minden, és még mindig így is, érted, ezer felé van offolva a téma. Nem lehet, mit tudom, zöld ágra vergődni, vagy 5-ről a 6-ra jutni. Tényleg azt tudod, hogy mit jelent az 5-ről a 6-ra jutni? Én ma jöttem rá. Biztos a sátán zsinagógája. Majdnem bele trafáltál. Jó. Az 5 azt tudod mi? Nem. Hát Istennek van egy szám misztikája, szám rendszere, mert szimbólumok, meg stb. Az 5 az a kegyelem időszaka, a 6 pedig a sátán időszaka. Tehát nem tudsz az 5-ről a 6-ra jutni, tehát az az ember, aki magyar ember, az képtelen... De eleve nem 5-ről a 6-ra te, hanem 1-ről a 2-re, azt úgy szokták mondani. Jó, az egy az egyben ugyanaz, mert maga az egy az Isten fogalma, a kettő pedig a bűn és az igazság kettő választása. Ketté választása, tehát ezért kedveli Isten a Bibliában megjelölve a párosújú patás állatokat, mert ott el van választva. Már a szimbólumok nem tartunk. Bűn és igazság, Fuxi, Róki. Igen. Fuxi bácsi, szia Fuxi bá! Ne fordulok neked, ne! Tessék, reklám! Na, akkor jön a tea, forra víz. Pont a múltkor elcsesztem egy picikét, mert akkor kezdtük el a filmezést, amikor a vizet oda tettem forni, így aztán rengeteget kellett feleslegesen dumálni. Most nem, most éppen forrásban van a víz. Megmutatom, miből áll az én akác teám. Kérlek szépen, megjel meg, hogy miért. Miért, tehát... Figyelj csak, mindent hagyjál ott az asztalon, úgy mutogassad meg, mert innen mindent látni. Jó, rendben van. Nem kell felemelni semmit.
Jó. Ő az operatőr. Azt mondja, hogy melyikkel kezdjem? Ízesítés szempontjára, tehát az akác az elsődleges, jó, akkor azt fogom megmutatni. Kérlek szépen, de ez a legfontosabb, hogy miért? És miért ilyen állapotában? Azt mondja, hogy ha az akác virága a testnek nagyon jó, egészséges, és tudja hasznosítani, akkor az akác virág méze is hasonlóan nagyon felkapott, keresett termék, hamisítják, mit tudom én mi, akkor az akác, mint tűzifa megjelenik az életünkben, és mondjuk az otthon melegét biztosítja. Ezek egy teljesen természetes dolgokat mondtam eddig, és ami ezután jön, ez szintén egy teljesen természetes dolog lesz. Mondj egy dolgot, ami az eszedbe jut ezeken kívül az akácról. És mondjuk nem te a kihívás. Persze. Mit mondjak? Bútor, tessék. Nagyon jó, nagyon jó. Remek, remek asszociáció volt. Készül szerinted akácsból bútor? Nem vagyok asztalos. Nem hinném, hogy mert inkább keményebb fákból csinálnak bútorokat. Mostanában inkább puha fákból, fenyőből, vagy préselt ilyen fűrészporból. És akkor most jöjjön, tessék, megmutatom, hogy mi az akács teának az alapja. Így. Nem látni egyáltalán sem. Nem biztos. Vedd a markodba. Na. Jó, rendben van. Azt mondja, hát egy darab... így fogom csinálni, akkor kijöntöm ide. Önsked az asztalra a közé mellé. Látni, kész. Tehát egy darab kis akácfa darabkája, ugye fűrészeltük a fát, és akác fűrészpor. És hogy miért döntöttem emellett, én kísérletezős típus vagyok, én nem vagyok az a fajta ember, aki bemegy a boltba, és megvesz mindenféle baromságot, kurva drága, amit rásóznak. Én egyszerűen utána olvasok erre a dolgoknak, és... Kipróbáljuk ugyanezt egy dobott cigivel. Nem már, én szívtam már teafüvet gyerekkoromban. Mondom, én nagyon hülye vagyok. Gyerekkoromban fogtam, és teafűből pipába is raktam, meg cigibe is sodortam. Na! És akkor, ami hozzá fog kerülni... Ja, és ez is akác. Igen. Akác tüské, nagyszerű. Te ezt mutatod most? Nem, mert két ujjam van befástízva. Ja, akkor, de az nem ugyanaz? Melyik kettő? Ez a kettő, de most miért ezzel kell foglalkozni? Igen. Így? Jó. Igen. Na, tehát az összetevők. Egy darab akácfa, akácfűrészpor, bors, fahéj, alma, citrom, narancs, szegfűszeg. Főzzük a tejánkat, és... Menj egy picit a kamera meg, most el fogok mozdulni. Na. Nagyon jó ív vagy, mert amikor egyedül vagyok, akkor állandóan be kell hajolnom. Tehát, azt mondja, hogy ezeket leveszem innen. Ezt is beleszorjuk a fűrészport. Ezek a legegyszerűbbek. Viszont ne így álljál, hanem állj oda. Pillanat, jó, rendben. Hú, de nem szeretem ezeket az amatőrködéseket. Az de ettől jó, figyelj, profi filmeseknek van felszereltségük, van stábjuk. Itt most te vagy a stáb, neked is van felszereltséged, beletoljuk az akác, fa, darabot, nyam, szegfűszeg megmutatva neki. Szegfűszeg egyébként egy rendkívül nagyon-nagyon fontos növény, imádom. Például, hogyha nekem már nem is tudom, hogy 20 éve nem fáj a fogom. Nem volt ilyen problémám. De amikor fájt a fogom, nagyanyám mindig, ha, jó van, semmi baj, kész, két-három darab ide berakott az ínyem mellé, eleinte karcolt, felpult, később aztán fogfájásnak annyi nem kellett menni orvosot, mit akartam? Fahéj hangulatjavító, de másra is kell. Meg ezeknek mindig utána kell olvasni, tehát én most nem fogom egyenként részletezni, hogy mit miért teszek bele, sőt, hát mert az a baj, hogy olyan mélységeiben ismerem a dolgokat, hogy engem nagyon fárasztanak ezek a gyógynövényes oldalak, mert így a felszínt karcolják, de egyébként az a rossz benne, hogy elolvassák az emberek, és szart se tudnak róla. Azon kívül, hogy elolvassák, mert a tudás nem marad meg benne, gyakorlatilag nem hasznosítja, csak így lájkolgatja. Na, és akkor most jön az utolsó összetevő, a bors, de ez is csak megmutatva nagyon-nagyon finoman, ami az anyagcseréért felelős. És az akácról, mint tudjuk, szintén gyomorbéli problémák felvetődése esetén.
De most nekünk semmi ilyen problémánk nincsen. Nem azért főzöm meg ezt a teát, mert bármi bajunk lenne. Most csak ez csak egy kísérlet. Ezeket most elrakom. Felfordott víz, adunk neki 5 percet. És állítom neked, hogy... Gyere ide! Állítom neked, hogy ez egy világtörténelmű jelentőségű áttörés lesz. Mármint számunkra, mert ez is egy világ, itt a kapun belül négyfős család, ugyanis ilyet még nem ittunk, ilyen teát. Mindenféle baromságot ittunk már. Én például... Te most mit csinálsz? Mit csinálsz? Benne vagy a filmben szerinted? Én. Te neked csak a fejed nincsen benne, de hát ez a lényeg, fazék. Hát most meglepültem erősen. Jó. Ha lepődj, apa, ha neked meg ha kell lepődni. Ha neked meg kell lepődni. Hát elmesélek egy durva dolgot. Hát igen, leülök. Igen. Ügyjelen nyugodtan, de most miért van ez, hogy nincs rajtad papucs, vagy mi vagy? Nincs kedvem állni. Látod? Vannak ilyen dolgok. De most gondolod, hogyha ezzel a munkával bíznának meg, hogy forgass le egy filmet, mint operatőr, apa, mert ilyen iskolába készülsz. Mennyit csináltam ilyet nyáron? Na másfél órán keresztül egy helyben állni? Rendben. És fókuszál, és nem megcsináltam? Megcsináltam minden alkalommal. Mi a különbség? Az ottani kihívás és a mostani kihívás. Itt megtehetem, hogy leülök. Ott nem tehetem meg, hogy leülök, ezért nem ülök le. Viszont itt megtehetem, ezért leülök. Ez a különbség a kettő között. Itt sem teheted meg. Ezt mert ha elmozdulok, akkor föl kell, hogy álljál. Jó, majd akkor föl leszek állva, viszont most nem olyan fontos, hogy felálljak. Az illata az nagyon fantasztikus, gyere ide. Ja, olyan ezt lesz, mint a legutóbb boszorkány főzeted a... Várjál, alma ecet, de az is nagyon jó volt. Nem olyan rossz. De érezni benne az akácot durván. Hogyan? De azért magának, de azért van különbség az akác fa, meg az akác virág illatának. Persze, de most gondold el, hogy amikor fakitermelésen vagyunk, és magát az akácot kitermeled, és én a forgács illatát szoktam érezni, annyira fantasztikus, már rég megkívántam egyébként. Hogy már rég kigondoltam, hogy én akácteát fogok főzni. Múltkor pont ezzel poénkodtam, hogy apának reggelire nem kaját kell venni, hanem egy... Akácfát. Egy méteres öl akác, aztán meg is van neki a reggeli. Igen. Pont ezzel poénkodtam. Igen. Illetve... Ide vicces volt. Ez is kapcsolódik a témához, hogy édesapám az anyukája az hentesnek iratta be iskolába. Ez is érdekes, ő szakmát váltott meg én is. És édesapám sehogy se működött neki a hentes szakma, egy évet elvégzett, de hát nem állt neki kézre, meg valószínűleg a jelleméből fakadóan érezte belülről, hogy nem ez a sorsa. De viszont minden reggel, amikor ment iskolába, az asztalos műhely mellett haladt el, aminek is nyitva volt az ablaka, és érezte azt a fa, gyanta, tehát magának egy asztalos műhelynek az illatát, és azt mondta, hogy annyira vonzotta, hogy nyári szünetben, amikor ezek dolgoztak, egyszerűen bement az ajtón, és megkérdezte, hogy lehetne itt tanulni. És édesapám volt az az ember, aki nagyon-nagyon sok minta bútort elkészített, tehát ő a Gyulai Fa és Fénybútoripari Vállalatnál dolgos, már nyugdíjas, de olyan kiemelt helye volt neki, hogy ha valamit el kellett készíteni mondjuk moziterembe, én rengeteg munkáját láttam neki, például a Bungi projekt. Igen. is. Nagyon-nagyon nagy szakember. Bungi is, meg a... Hát a vérében volt. ez csókol, meg hát egy pár szekrény, mondjuk. Hát meg mondjuk a parlamentben is dolgozott, meg egy csomó nagyon-nagyon hivatalos hely, magas körökben, ahova tervezni kellett dolgokat. De... És mi lenne, ha én elmennék zenélni a parlamentbe? Fölállnál, mert nem a himnusz játszanál. Na mindegy. Szóval a fater az, neki a vérébe volt ez. Tehát ő így született, asztalosnak született, tehát csak rá lehet erőltetve, hogy hentes legyen. De hát ugye a vér az nem válik vízzé. Én meg... Én most tudom, nekem mi a szakmám? Neked nincs szakmám. De van. Hát az eredeti, amiről még papírom is van, hát több mindenről van papírom, de amiről papírom van, legelőször szobafestő, mázoló és tapétázó hivatalosan. De hát az gyűlölöm, basszus. Én itthon is utálok festeni.
De elvégeztem és dolgoztam, nem is tudom, 2 vagy 3 évetben, de hát az egy full doklás volt nekem. Az építőiparban festőkkel melózni semmi más nem jelent, mint a napi 8 órát végiginni. Tehát, hogyha valaki dolgozott már festőkkel, és amikor látok ilyen hirdetéseket, így néha, érted, hogy festőt keresek, alkoholmentest, meg ilyen. Hát ez a kettő, ez hogy mondjam, nem fér össze, hogy alkoholmentes, meg festő. De. Jó példa, ahogy fölvettek a szakmunkás képzőbe, rögtön az AKV-hoz kerültem, állami építőipari vállalat. Valamit végig is fogsz mondani. Mindjárt, várjál már, egy ilyen, ahova messze alapmeszelés, glettelés, csiszolások, mit tudom én, és szerencsémre, marha nagy szerencsére,